Május 6. Azért akár esztek, akár isztok, akármit cselekedtek, mindent Isten dicsőségére műveljetek. Korintusbeliekhez írott első levél, 10. fejezet, 31. vers. Meg kell tanulnunk, hogy a mértéktelen evés-ivás a legnagyobb ellensége a szellemi fejlődésnek és a lélek megszentelődésének. Urunk első nagy kísértéséből az egyik fontos tanulság, az étvágy és a szenvedélyek féken tartása. Minden korban a testi természetet támadó kísértések voltak a leghatásosabbak, az emberiség megrontásában és lealacsonyításában. Sátán a mértéktelenség bűnével rombolja azokat a szellemi és erkölcsi erőket, amelyeket a legdrágább ajándékként kaptunk Istentől. Így lehetetlenné válik az ember számára az örökbecsű dolgok értékelése. Sátán az élvezetek által igyekszik kiirtani a lélekből az Istenhez való hasonlatosság minden nyomát. Saját erőnkből lehetetlen nemet mondani elbukott természetünk kívánságainak. Councils on Diet and Foods. Urunk azonban végigjárta az utat, amelyen az embernek is haladnia kell, előkészítette a mi győzelmünket. Ha valaki az étvágy hatalmával küzd, tekintsen fel az üdvözítőre a megkísértés pusztájában. Nézze haláltusáját a kereszten, amint felkiált, szomjúhozom. János evangélium a 19. fejezet 28. vers. Mindent elszenvedett, amit valaha is el kell viselnünk. Győzelme a miénk. Amíg hitáltal egyek vagyunk vele, a bűn nem uralkodhat rajtunk. Jézus élete a megkísértés című fejezetből.